Szevasztok gyerekek, receptek egy pizza árából, ez a sorozat folytatódik éppen itt a Street Kitchen konyhában. A mai nap csirkeszárnyak készülnek a sütőben, mellé pedig egy alabama fehér szószt fogok megcsinálni, és a legfontosabb, mikróban készült kukorica lesz a köret. Belegondoltatok már, hogy miket tudnátok főzni egy házhoz szállított pizza árából? Ha nem, akkor segítünk, isteni kajákat! Új szériánkban bebizonyítjuk, hogy ebből a keretből egészen biztosan jobban megéri otthon főzőcskézni. Szóval törjétek ki a pizzafutár telefonszámát és tartsatok velünk! Ez a Street Kitchen, a hely, ahol a főzés kezdődik. Tudom, hogy elsőre felháborítanak hangzik ez a mikrós téma, de majd erről is beszélgetünk, hogy mi ez az alabama szósz. Most először a csirkével fogunk foglalkozni. A csirkeszánnyal, ami egyébként már itt átesett egy kis kozmetikai kezelésen, ami azt jelenti, nézzétek meg, hogy ezeknek a szárnyaknak hiányzik a szárny vége, hogyha esetleg olyan szárnyal dolgoztuk, aminek rajta van, akkor ezt le kell nyisszantani, hát nekem már ilyen problémám nincs szerencsére. Fogok egy tálat, és ezeket a csirkeszárnyakat enyenesen beledobálom. És túl jók lesznek ezek a csirkeszárnyak ahhoz, hogy csak egy dobozzal használjunk föl, úgyhogy jön még egy adag. Hogyha az összes benne van a tálban, akkor jön egy gyors fűszerezés. Először is nyakon öntjük az egészet egy jó adag olívaolajjal, így szépen. Alaposan megsózzuk. Megküldjük fekete borssal. Aztán jön rá füstölt paprika, vagy ha az éppen nincs, akkor sima fűszerpaprika. Ha bírjátok a csípőset, akkor csípős piros paprika. Az is nagyon frankó. Római kömény, az is kell rá. És hát a szponzorom egészen biztosan kinyírna a Szerecsendió szponzorom, hogyha nem raknám bele az ő termékét, úgyhogy ez is jön. Frissen reszelve. Így mi. A maradék Szerecsendiót pedig rakjátok be a farzsebetekbe, jól jöhet az még később. Következő egy kis borított fokhagyma, és gyakorlatilag ezzel meg is vagyunk. Jön egy alapos összeforgatás, egy kis masszázs a csirkeszárnyaknak, és utána ezzel meg is vagyunk. Nem baj, hogyha ilyen a kezünk, egyáltalán nem baj, mert még nem kell leállni. Most lehetne az is, hogy ezzel a kezemmel idehozom a tepsit, vagy pedig inkább odaviszem a csirkeszárnyakat. Gyertek, kísértek el erre az utazásra, erre a csodálatos utazásra. Ugyanis ezeket most szépen ki fogjuk ide pakolni erre a sütőpapírra a bélet tepsire. Ha az összes megtalálta a kis helyét, akkor rádobunk egy kis alufóliát, és bedobjuk a sütőbe. Fontos, hogy forró legyen a sütő, 200 fokon fogunk dolgozni. Az alabama szósz az egy fehér barbecue szósz, és a fehérségét azt a majonéz adja, amit most házilag fogunk megcsinálni, teljesen normál, hagyományt szokott módon, ami azt jelenti, hogy először is fogunk két darab tojás sárgáját, amit rendes, tanyasi, kapirgáló tyúkoknak a tojásából szedünk ki, ugyebár. Két tojáshoz jön egy kevéske mustár, jön egy pár csepp citromlé, jön egy csipetnyi só, és az egészet elkezdjük olajjal összekeverni, hogy itt nagyon fontos, hát ezt tudjátok nyilván, hogy az elején szó szerint csak pár csepp olaj kerülhet bele, és aztán ahogy ez kezdi fölvenni a keverékünk, úgy lehet majd fokozni a mennyiséget. Hogyha azt látjátok, hogy szépen kezd krémesedni, mint ahogy nálam ez most már megfigyelhető, akkor el lehet kezdeni egy kicsit bátrabban hozzáönteni az olajat, tehát ilyen szép, vékony sugárba mehet be nyugodtan. Nézzétek meg, az alapmajonézünk az megvan, ezt persze még be kell ízesíteni, de előtte mutatok egy trükköt, amit szoktam használni. Egy nagyon kevés hideg vizet, de tényleg nagyon keveset, ilyen egy-két evőkanálnyit belenyomatok. Így. És ezzel még egyszer kikeverem, és még könnyebb, még habosabb lesz az egész. De mutatom, mielőtt a végeredmény, nézzétek meg, csodálatos, látjátok, a végét így remeg az egész, nagyon feszes, tök jó. Na de hát ezt meg be kell ízesíteni, megy bele egy kis só, egy kis bors és egy kis citromlé is. Na, tehát az alapmajonézünk az megvan, az teljesen frankó lett, de hogy lesz ebből alabama fehér barbecue szósz? Igazából nagyon egyszerű, mert még több savat, meg egy kis cukrot fogunk hozzáadni, és gyakorlatilag meg is vagyunk. A sav az két dolog is szokott lenni. Az egyik, az egy kis citrom, amiből még rakunk bele, ugye ezt most nem véletlenül rakom külön, hogy lássátok, hogy meddig tartott a majonéz, és honnantól már alabama szósz. Szóval ez a kis citrom, amit most belerakok, ez már az alabama szósz. Aztán, ami kell, és szintén savasságot ad neki,
az egy kis almaecet, körülbelül két evőkanálnyi, és hogy ezeket az intenzív savakat kompenzáljuk, na ehhez kell egy kis jófajta barna nátcukor, ami egy kis telt karamellás íz kölcsönöz neki. Érdemes játszani az ízekkel és kóstolgatni, nehéz elsőre eltalálni, adok hozzá egy teáskanálnyi cukrot, aztán majd meglátjuk. Egy kevés fokhagyma sem árt, hogy bele kerül. Egy egész fejet szépen belereszelek. Fekete bors, az Alabama fehér szószra jellemző, hogy a kis fekete borsdarabkákat látjuk, mi mondjuk a majonéznál ez nem ott, ugye fehér borsot szoktunk használni. Itt viszont mehet bele a fekete tört bors, és aztán majd egy pici só is, hogyha kell. Az egészet összeforgatjuk és lecsekkoljuk az ízét. Na nézzétek meg, hogy milyen szépen kezd alakulni, hát ugye sokkal jobban belágyult, mint amilyen a majonéz volt. Ugye ebben volt egy kis remegő feszesség, itt most itt a savak hatására ez belágyult, és tényleg ilyen mártásszerű krém lett. Na nézzük az ízét. Hát igen. A majonéz is azért egy pikáns dolog. Itt az extra savakkal, a kis fokhagymával, a cukorral balanszírozva. Hú, ez egy ilyen, nagyon intenzív, nagyon finom dolog tényleg. Egyszerű, de nagyszerű, én azt mondom. Ez a klasszikus alapreceptje az Alabama szósznak, de szokták ezt még turbózni, például a tormát, reszeltormát szokás belerakni, meg olyan dolgokat pakolhattok bele, ami megőrzi a fehér színét, de mondjuk lágyítja, krémesíti, szóval mehet bele egy kis joghurt, egy kis tejföl, egy kis mascarpone esetleg, ezekkel mind lehet még játszadozni. Az alap, az ez, egy kis majonéz, felturbozva savakkal, meg egy kis cukorral. Nekem ez így most az a klasszikus, ez teljesen jó lesz. Nézzünk rá a kis csirke szárnyacskáinkra. 35 perc telt el, megnézzük, hogy mi a helyzet. Ó, de kis aranyosa, nézzétek meg. Alapvetően itt egy ilyen párolás történt, ami ahhoz kell, hogy tényleg teljesen átsüljön. Na és most jön az izgalmas rész, ugyanis ezeket a szárnyakat rá fogjuk szépen pakolni egy sütőrácsra, és visszadobjuk a sütőbe, hogy ropogósra süljenek. Csirkeszárnyak a sütőben, Alabama szószunk az pipa, még ugye arról beszélgettem, hogy elmondom nektek, hogy hogyan kell elkészíteni a kukoricát mikrohullámos sütőben, ez egy picit bonyolultabb lesz, mint általában, amit szoktunk csinálni, hogyha van nátok papír, meg ceruzak, azt vegyétek elő, és akkor diktálom a receptet, jó? Mert nem lesz teljesen egyértelmű. Az első lépés az az, hogy fogtok két darab csöves kukoricát. Jó? Ez meg van felé, tehát oké. Okay. Második lépés, hogy elmentek a mikró az ember legjobb barátja, ezt tudjuk. Kinyitjátok az ajtót, ez nem volt a második, nem ez a harmadik, bocs, mert a második, hogy oda mentek. Negyedik, hogy fogjátok így a csöves kukoricát és berakjátok a mikróba. Ötödik lépés, becsukjátok az ajtót a mikrónak, majd a hatodik lépésben beállítjátok a mikrót 800 watton 8 percre. Start! Ennyi. Hoho, vicsoda a hang zenefüleinknek. Elkészültek a kukoricák. A legveszélyesebb szakasz az most következik, mert hogy ez tűzforró, és tényleg az. És tulajdonképpen nincs már más dolgunk, mint hogy szépen kihámozzuk ezeket a kukoricákat. Ha egy-két percet egyébként pihennek így a saját hajukban, akkor sem lesz semmi probléma. Egy biztos, ez itt most még forró, viszont ha gyorsak voltak, akkor ez nem jelent hátrányt, sőt, előnyt jelent, mert ugye a forró kukoricát, amit egyébként én most már meg is hámoztam, le lehet szépen nyisszantani itt a végét. Szóval, hogy a forró kukoricát csak be kell kenni egy kis vajjal, megmutatom. Ezt nézzétek. Ennyi az egész, egy kis hideg vaj, és ezt a forró kukoricát elkezdjük így átdörzsölgetni. És csodálatos, fényes, vajas réteggel fogja beborítani. De jó. De miért okosság egyébként mikróba csinálni a kukoricát? Hát, hogyha simán klasszikusan fölrakjátok vízbe főni, akkor mi lesz a lakásban? A kukorica illat fog terjengeni. De honnan van az az illat? Hát az onnan van, hogy a kukoricából kioldjátok a vízzel az aromákat, és azt párologtatjátok el. Itt most nem volt kukorica illat, miközben készült, viszont minden aroma benne maradt a kukoricában. Na, hát ez volt az én védőbeszédem, és még nem vagyunk meg, mert hogyha ezeket a kukoricákat átkentük vajjal, akkor még fel is fogjuk őket turbózni, figyeljetek. Parmezán sajtot reszelek rá egy vágódeszkára, de nem őrültem meg, egyszerűen csak annyit fogok csinálni, hogy a kireszelt parmezánra még szórok egy kis füstölt paprikát, így szépen, megsózom, igen, a deszkát, még borsot is nyomok rá, és most ezt a sajttal, paprikával, sóval, borssal felturbozott deszkát bedobom a sütőbe. Dehogy is, hülyeskedjetek. Fogom, és szépen
átforgatom a kukoricát, hogy ez egész rátapadjon. Így, ettől lesz aztán ez igazán mámorítóan finom. Közben megvannak a csirkeszárnyak is, kikapjuk őket. Ezt nézzétek, gyerekek. Ez csirkeszárnya javából. Meg is vagyunk, tálalás! Ez volt az Alabama szószos csirkeszárnyi mikróban készült kukoricával itt a Street Kitchenen. Nézzétek a többi receptünket is, és iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra. Cső! Kiemelt támogatónk az Electrolux. Mindig támogatjuk a Street Kitchen friss ötleteid és fogásait. Mindig Aldi.